Bence, most először játszottál a csapatunkban 90 percet, hogy érezted magad a pályán, milyen volt a teljesítményed? Jól éreztem magam nagyon, főleg, hogy győzni tudtunk. Szerencsére gólokat is tudtam szerezni, ennek különösen örülök. Nagyon jól éreztem magam, már hiányzott ez a kezdőként pályára lépés. Remélem a jövőben is sok lehetőséghez fogok tudni jutni. Mennyire megnyugtató számodra, hogy megszerezted az első góladat a csapatban, és mennyire veheti le a nyomást a válladról a jövőben? Nyilván fontos, főleg, hogy csatár vagyok, már hiányzott a góllövés. Nem veszi le terhet, hiszen így kell tovább folytatnom, minél több gólt kell rúgjak, hogy a csapatot tudjam segíteni a góljaimmal, és hogy több győzelmük legyen a jövőben. Az első gólnál gondoltad, amikor elfejelted a labdát, hogy ez be fog hullani a kapuba? Reméltem. Ezt próbáltam, hogy kaput találjak a fejessel. Szerencsére sikerült is, és a kapufáról bepattant. Ugye még a Párharcnak csak az első mérkőzését nyertük meg, hogy érzed, mire kell figyelnünk majd a visszavágón, hogy biztosítsuk a továbbjutást? Igen, ez a meccs még nincs lefutva, hiszen még van úgymond egy második fél idő jövő szerdán. Oda kell figyelni a Dunaujváros, mert egy jó csapat, jó, masszívan védekeztek, szűkek voltak, nehéz meccset játszottunk velük ma is. Egy 3 góros erőnyre tudtunk szert tenni, amit meg kell tartani jövő héten is, és jövő héten is nyerni szeretnénk ott idegenben. Van esetleg bármi olyan játékelem, ami miatt hiányérzeted vagy hiányérzetünk lehet? Szerintem nem. Hát talán az, hogy több gólt rúghattunk volna, én is rúghattam volna még több gólt, és a csapat is, de szerintem egy jó meccset játszottunk, ugye ez a 3-0 mutatja. Szerintem elégedhetek lehetünk magunkkal, de nyilván mindig van hova fejlődni.